Csütörtöktől szombatig Győr lesz a magyar férfi kosárlabda fővárosa, ugyanis a nyugat-magyarországi városban rendezik meg a Magyar Kupa 8-as és a HEP Kupa 4-es döntőjét. A Nyíregyháza Blue Sharks az alacsonyabb osztályú csapatok számára kiírt sorozatban harcolta ki a fináléba jutást. A Kék Cápák az NB2-es Debrecen, valamint az osztálytárs Eger, Baja és Hódmezővásárhely legyőzésével jutottak el Győrbe. Nyíregyházi férfi csapat még nem szerepelt a HEP Kupa döntőjében. Nagyon izgatott a csapat, és már napokkal ezelőtt mondták nekem, hogy nagyon várják, hogy mikor utazunk, és alig várják, hogy ott lehessünk. Jó lenne azért ezt az izgatottságot egy picit visszafogni, mert ugye tudjuk jól, hogy a motiváltság kell a mérkőzésekhez, de amikor valamit túl koncentrálunk és túl görcsölünk, az nem segít, tehát megfelelőképpen kell kezelnünk ezt a helyzetet. Remélem, hogy azzal, hogy egy nappal hamarabb elmegyünk, és látnak a srácok egy-két mérkőzést, egy picit feloldódnak, és amikor már a komoly tétmérkőzés érkezik számunkra, akkor lazábban, de nagyon keményen és koncentráltan fognak tudni játszani. A Kék Cápák az elődöntőben a korábbi nyíregyházi edző Merin Mehmedovics által irányított tehetséges fiatalok ellen lépnek pályára. A budapesti együttes jelenleg az 5. helyen áll az NB1-ben nyugati csoportjában. Nagyon keményen játszanak, illetve azokat a dolgokat, amikben ők igazából gyengébbek, azt megpróbálják kizárni a játékukból, és ők valóban fizikálisan jól felkészítettek, erősek, és ezt próbálják a pályára átvinni, próbálják tördelni az ellenfélnek a támadójátékát. Nekünk meg kell találni az ellenszerét annak, hogy mégis hogyan tudjuk a mi saját játékunkat játszani egy ilyen védekezés ellen is. Örülök annak, hogy a hétvégén a Honvédnál hasonló stílussal találkoztunk, mert remélem, hogy jól fel tudtunk készülni erre a mérkőzésre. Küzdelmes meccs lesz, meg kell küzdenünk érte, de természetesen győzelemért megyünk, és meg szeretnénk verni őket, és szeretnénk döntőt játszani. A döntőt felvezető sajtótájékoztatón Sitko Jernő szakmai igazgató elmondta, hogy újabb támogató kötelezte el magát a klub mellett. Sok összetevője van ennek a döntésnek. Elsősorban Sitko Jernőnek köszönhető, másodszorban a cég vezetési a gondolkodásában, bekövetkezett változásban, ami arra irányul, hogy igyekszünk támogatni a kiemelkedő sportot űző sportolókat. Ebben vannak anyagiak, tehát pénzbeli támogatás, és minden olyan technikai segítséget megadunk a csapatnak, ami segíti az ő munkájukat és könnyíti az ő felkészülésüket. A Nyíregyháza Blue Sharks tehetséges fiatalok mérkőzés pénteken 11 óra 30-kor kezdődik a győri Audi arénában. A másik ágon az Oroszlány és a Vasas második csapata mérkőzik meg egymással. A vesztesek szombaton 12 óra 30-kor, a győztesek pedig 15 órakor lépnek pályára.